Vilmos herceg felesége Katalin egy különleges diétát követ, aminek a lényege, hogy csak házi kosztot eszik, és rendszeresen egyeztet egy táplálkozási tanácsadóval. A sztárok körében is egyre jobban elterjednek az egészséget nem károsító diéták, a sanyargatás idejének vége. A tények extra után szakértővel folytatjuk a témát. Katalin hercegnő diétájának köszönhetően Emma Thompson, Oscar-díjas színésznő 2 ruhaméretet fogyott. A módszer lényege a clean eating, azaz a tiszta étkezés. Nagyon szimpatikus az a diéta, amit Emma Thompsonnál lehet látni, vagy a Katalin hercegnőnél. Ugye ez is a hollywoodi világból érkezik, és mégsem egy szélsőséges, drasztikus megszorításukon alapuló diéta. A clean eating lényege, hogy egészséges, házi készítésű ételeket fogyasztunk, sok zöldséget, fehérjét és a kellő mennyiségű szénhidrátot. Katalin hercegnő tanácsadója Louise Parker, aki segített visszanyerni György herceg születése után a hercegnő alakját. Parker módszerének titka, hogy minden nap egyeztet a fogyni vágyóval. Nincsen tiltott étel, de a diétázóknak előre meghatározott és személyre szabott étrendet kell követniük, és kötelező a mozgás is. Emma Thompson 6 héten keresztül követte a hírességek trénerének programját, ez alatt 8 kilótól szabadult meg. A színésznő minden nap edzett, a tanácsadásért pedig 4500 fontot, azaz közel 1,6 millió forintot fizetett. Vendégem Noszák Andrea, életmód és táplálkozási tanácsadó. Jó reggelt kívánok, szia, ismét köszöntelek itt téged a stúdióban. Na mi ez a bizonyos clean diéta, clean eating diéta? Igen, erről én is nemrég hallottam, Katalina hercegnőnek a diétája, és abszolút tudok vele azonosulni, mert nincsen semmilyen speciális fogyókúrás, őrületes termék benne, nincsenek ilyen drasztikus megvonások, szélsőségek, hanem egyszerűen azt mondja, hogy étkezik rendszeresen, napi 4-5-ször, és magunk készítsük el a tápanyag, az ételeket, amiket megeszünk, és ez nekem nagyon-nagyon szimpatikus. És hát akkor én viszont clean eating diétát folytatok, tehát hogy anélkül, hogy tudtam volna, hogy ez clean eating diéta. Igen, a diétának az a lényege, hogy diéta legyen, ne fogyókúra. Nagyon sokan elrontják azt, hogy a fogyókúra az egy meghatározott időtartamra szól, benne is van a nevében, hogy egy kúra. Nyilván, ha ezt a kúrát mi abba hagyjuk, akkor valószínű a leadott kilók, azok vissza is jönnek utána. Egy életmódváltás az, ami nagyon-nagyon fontos és szükséges ahhoz, hogy a megszerzett eredményt azt meg is tudjuk tartani. Az a nagyon nehéz a diétáknál egyébként, meg azoknál, akik elhatározzák, hogy fogyókúráznak, hogy ne sanyargassák magukat, igen, hanem rendszeresen egyenek, keveset, és saját maguk által készített alapanyagokból, ezek igen, szerint? Igen, nem kell sokkal kevesebbet enni, viszont be kell csapni a szervezetünket. Ha mondjuk naponta egyszer eszünk, a szervezetünk nem tudja, hogy mi fogyni szeretnénk, és azt eredményezi, vagy azt érjük el vele, hogy a zsírraktárokba szépen be is tolja oda a zsírokat. Ezért nem még akkor is, hogy csak fehérjét, vagy zöldségeket viszek be? Igen. Igen, akkor is zsírrá alakítja a szervezet? Igen, és éhezik a szervezetünk. Nyilván ezért fontos az, hogy ne az legyen, hogy egy nap mondjuk egyszer eszünk, mondjuk délután, és utána legközelebb mondjuk este, és akkor mindent, amikor nyilván már mozgás sincsen annyi, és szépen azokat le is rakódnak azokat. Tehát akkor ez azt jelenti, amit annyiszor hangsúlyoznak dietetikusok, hogy naponta 4-5-ször enni. Igen, ez nagyon-nagyon fontos. Magukat, reggel lassan feloldódó szénhidrátokat, felszívódó szénhidrátokat, igen. Igen, tehát azt is muszáj bevinni, fehérjét muszáj bevinni, és este vacsorázni is kell. Igen, én este is szoktam menni, akár este 11-kor is, nyilván akkor már szénhidrátot nem, akkor figyelek, hogy fehérjét vigyek be, és mondjuk mellé jó zsírokat. Ami nagyon fontos, hogy az emberek nem tudják, hogy mik a jó szénhidrátok, mik a jó fehérjék, és mik a jó zsírok, úgyhogy ez egy alapvető probléma, hogy ezzel nincsenek tisztelben az emberek. Első lépésként én azt tanácsolom mindenkinek, hogy kezdjük tényleg az alapokkal, mondjuk a cukor helyett használjunk eritritet. Amikor a cukrot azt el kell hagyni, az teljesen egyértelmű. Édesítőt azért lehet használni. Akkor fehér liszthet, mondjuk használjunk zablisztet, a fehér kenyer helyett mondjuk teljes kiöllésű kenyeret. Ha egy ilyen apró lépésekkel elkezdünk változtatni, akkor már el tudjuk kezdeni a fogyás folyamatát beindítani. Egyetértesz azzal, hogyha valaki nem fogyaszt húst? Nem. Mert? Abszolút nem. Szükség van a szervezetnek a fehérjére. De ezt máshogyan is be lehet vinni a fehérjét. Be lehet vinni máshogyan is, de nagyon-nagyon fontos. Én nem hiszek igazából a vegetáriánus életmódban, úgymond. Úgyhogy én ebben abszolút nem tudok így azonosulni, mert nyilván ott nem viszünk be olyan
fehérje forrásokat, hanem csak zöldségeket, és akkor növényeket, szénhidrátokat viszünk be igazából. Hogyan lehet ebből felkészülni? Tehát lehet azt, hogy az ember az interneten tájékozódik, és akkor szépen magától kiképzi magát? Hát én nekem igazából, hogy ideig eljutottam, ahol most vagyok, ez nagyon-nagyon sok saját tapasztalat volt, mivel volt rajtam plusz 25 kiló, szóval nekem ez egy elég hosszú út volt, és én is így az eleinte interneten keresztül így próbáltam így tájékozódni, de annyiféle divat, diéták vannak, hogy nem tudtam se, hogy melyik mondjuk a megfelelő. Úgyhogy nekem ez iszonyatosan nagy időszak volt, amin végigmentem, és személyes tapasztalat volt, mire eljutottam ideig. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzá. Én is köszönöm.